Molnár Csaba a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ágyúval lő a verébre. Mi az ágyú? Ki a veréb? Hát ha ez a csomag az ágyú, akkor hát az ágyú ez egy nagy fegyver. Akkor ez egy nagy és jó, hatékony csomag? Nem, úgy csinál. A nemzetgazdasági miniszterből most már jegybankelnökké avanzsált Matolcsi elnök úr azt próbálja nekünk elmagyarázni ebben a csomagban, hogy szerinte Magyarországon csak azért nincsen gazdasági növekedés, csak azért nincsen valós hitelezés a piacon, mert azok a fránya bankok, azok nem hajlandóak hitelt adni a kis és középvállalkozásoknak. Erre mondja, ennek a filozófiának a folytatása a jegybankelnök részéről, hogy nincs más dolgunk, akkor állami segédletet teremtsünk ehhez. A jegybank egy nem túl nagy forrást, 250 milliárd forintot biztosítson a hitelezés beindítására, és ebből majd, mondja a jegybankelnök, 0,7%-os, tehát nagyon jelentős plusz növekedés lesz a magyar gazdaságban. Erről beszélünk. Ez egész egyszerűen nem igaz. Ma Magyarországon a kis és középvállalkozások nem azért nem vesznek fel hiteleket, mert azok a fránya, külföldi tulajdoni multinacionális bankok, nekik csak drágán adják a hitelt, vagy bonyolult feltételek mellett de ez adják. Is benne van. Ez is benne van. Hanem elsősorban azért, és erre egyébként volt is felmérés, tehát nem én érzem így, hanem a kis és középvállalkozások érzik így, azért, mert szerintük annyira kiszámíthatatlan Magyarországon a gazdaság környezet, olyan mély lett a recesszió, annyira pont Matolcsi miniszter úr tette tönkre a magyar nemzetgazdaságot gazdasági miniszterként, ennek az eredményeképpen nem mernek Magyarországon a kis és középvállalkozások beruházni. Ha ez a 200... ki tudja igénybe venni, hogyha ez mindig az, amit mond, akkor egyáltalán ki az, aki ezt a 250 milliárdot... Megmondom önnek, hogy kicsoda. Semmiféleképpen nem azok a kis és középvállalkozások, akiknek hitelre, befektetésre van szüksége, hanem azok fogják igénybe venni, akik tőkeerős vállalkozások, és a meglévő, mostani kicsit drágább forint hiteleiket le tudják cserélni olcsóbb forint hitelekre. Ezért mondjuk azt, hogy tolongás lesz ezért, csak a gazdaságot nem fogja fejleszteni, mert új pénz ezáltal nem jelenik meg. Ez most a nagyoknak fog kedvezni. Nem a nagyoknak, azoknak a kis és középvállalkozásoknak, akiknek most is van valamilyen drágább hitelük, de ők jó adósok, és ezeket a drágább hiteleket is tudnák fizetni. A kormány most nekik ad egy kis ajándékot arra, hogy ti ugyan talpon vagytok, ti ugyan működtök, de a drága hiteleitek helyett most adunk egy kicsivel olcsóbbat. Hát ez akkor... nulla munkahelyet teremt, de és nulla megőrzi, százalékos. Nem? Ez és olyan, mint a munkahelyvédelmi 300 milliárd. Nem olyan. Hogyha ezt mondta volna célnak a jegybankelnök, hogy ezáltal meg tudjuk őrizni ezeknek a cégeknek a foglalkoztatottsági szintjét, akkor azt lehetne mondani, hogy lehet, hogy van ebbe igazság. De nem ezt mondja, az ellenkezőjét mondja. Azt mondja, hogy ez új forrásként jelentkezik, hatalmas forrásként, erről majd beszéljünk, hogy mennyire hatalmas ez a forrás, ami aztán be tudja majd indítani a hitelezést a kis és középvállalkozásoknál. Dehogy is, ki fogják váltani a jó adósok, és a rossz adósok pedig ez a dologhoz nem férnek hozzá. Szemfényvesztés, amiről a jegybank elnök beszél. Hatalmas? Hatalmas. 250 milliárd forintos ez a csomag. A teljes magyar vállalati szektornak a hitelállománya az olyan 7100-7200 milliárd forint környékén van. Egyszerű matematika, hogy akkor ennek a szektornak ez kb. 3,5%-a. El tudjuk képzelni azt, hogy a jelenleg meglévő 7000 milliárdot meghaladó hitelállomány mellett ez a picike 250 milliárd, ez 0,7%-kal így belöki a magyar gazdaságot, és kitörünk a recesszióból, és hurra előre a növekedés útján. Nem is gondol, nem is értem, hogy a jegybankelnök hogyan gondolja, hogy ez a csomag erre ez alkalmas. A vége az lesz, hogy itt megint a bankok lesznek a hibásak. Tegnap, ma már hivatkoztam Róna Péterre, most is azt teszem, tegnapi adásunkban elmondta, hogy egész egyszerűen a bankok ezen bukni fognak, hiszen ők maximum 2%-os kamatot kérhetnek erre a 0%-os hitelre, vagy pénzösszegre, amit kapnak most a Nemzeti Banktól. Az a 2% az viszont nem fedezi az ő költségeiket, legalább 4%-os kamatmarzsal dolgoznak. Tehát ők ezen 6-9 milliárdot ismét veszítenek. De hogyha ezért nem fogják majd a további veszteséget a bankok nem akarnak, és ha nem kérnek ebből a pénzből, akkor meg lesz a ludas. Tehát felpörgött volna a gazdaság 0,7-tel, fellélegezhettek volna a KKV-k, de a csúnya bankok már megint nem akartak segíteni, és még az ingyen pénz se kellett nekik. Nézze, hogyha a jegybankelnöknek a célja az, hogy ilyen Gyirószász András színvonalú kormányzati kommunikációs trükkökkel próbálkozzon, hogy
nem létező gazdaságösztönzést azt megpróbáljon valakire rákenni, akkor azt hiszem, hogy rosszabb véleménnyel vagyunk a jegybank elnökről, mint ami egyébként a véleményünk, pedig egyébként szerintem rossz véleménnyel van róla az egész világ. Én nem tudom, tehát lehet, hogy ez kapkodni fognak érte, lehet, hogy nagyon sokat használ a gazdaságnak, bár eddig még nem beszéltem ilyen emberrel, és nem olvastam ilyen elemzést, aki ezt mondta volna. Ettől függetlenül, hogyha ha a bankok tényleg nem veszik igénybe, azért tényleg nagy tételbe fogadni mennék, hogy ez lesz a kommunikáció. Csak abban reménykedem nagyon, lehet, hogy én vagyok a naív, és önnek van igaza, de abban reménykedem nagyon, hogy nem ez a célja a dolognak. Én hogy nem azt mondtam, hogy ez a célja, csak hogyha nem jön össze, akkor kétségkívül előfordul, hát ismerjük, hogy a kormányzat ilyen esetekben mit szokott csinálni. Abban viszont önnek és a közgazdásznak is igaza van, Róna Péternek is igaza van, hogy a bankoknak nem pusztán az a probléma ezzel, hogy finanszírozhatatlanná válik számunkra, mert ez a 2%-os kamat, ez valószínűleg a költségeiket nem fedezi. Ennél nagyobb a probléma. El tudjuk képzelni, hogy van olyan ostoba bank Magyarországon, vagy bárhol a világon, aki a nála meglévő magasabb kamatra kiadott hitelt, erre az alacsonyabb kamatú hitelre cseréli le. Mert ugye pont az a nekünk a kiinduló pontunk az érvelésünkben, hogy nem új hitelek ezek, nem fog ezzel megjelenni új forrás a gazdaságban, hanem a tőkerős vállalkozások olcsóbbra tudják cserélni a hitelüket. Én nem tudom elképzelni, hogy nagy tömegben lenne Magyarországon olyan önsorsrontó bank, aki ezt saját magával szemben meg szeretné csinálni. Akkor megint az lesz, hogy tessék, adtunk volna egy olcsóbb hitelt a vállalkozásoknak, hogy munkáját teremtsenek, hogy termelni tudjanak, de a bank nem engedte. Ugyanez a helyzet a harmadik pontjával a Matolcsi csomagnak, az is egy átverés, ugyanaz a logika, amit az előbb említett. Ugye az a helyzet, egy nagyon bonyolult konstrukció, ezt ne beszéljük meg részletesen, hogy mit jelent a kéthetes jegybanki pénzelhelyezés a kereskedelmi bankoknál, de ugye a sztori lényege az, hogy Matolcsi azt szeretné, hogyha a kereskedelmi bankok nem a jegybankban tartanák a pénzüket, hanem a nekik meglévő szabad felhasználású forrásaikat, azokat a gazdaság hitelezésére fordítanák, ezért adminisztratív módon megpróbálja kitolni ezeket a pénzeket a jegybankból a Nemzeti Banknak az elnöke. Naivitás azt hinni, de szerintem még Matolcsi úr sem gondolja, hogy ezek után vad hitelezésbe fognak kezdeni ezek a bankok. Dehogy is. Ahogy az EKB-nál, az Európai Központi Banknál egy hasonló esetben történt, mit fognak csinálni a bankok? Államkötvényeket fognak vásárolni. Az egyik biztonságos helyről át fogják rakni a pénzüket a másik biztonságos helyre. Vagyis az a 900 milliárd forint, amiről azt reméli a 250 fölött a jegybank elnök, hogy most olyan hitelbőség lesz, hogy csak mehetnek a vállalkozások, és dől majd a forrás a kis és középvállalkozásokhoz, mert itt az ingyen pénz. Az egész egyszerűen nem igaz. Az egyik, az hitelkiváltásra fog kerülni, a másik nagyobb összeg pedig kötvényvásárlás folytán vissza fog kerülni a magyar államhoz. Nem csinált Matolcsi György semmit, csak egy hatalmas kommunikációs blöff újfent. Egy pár héten belül úgyis látni fogjuk, hogy kinek mennyire kapós ez a hitel, úgyhogy visszatérünk rá. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.